Kisdiákok is énekelték az egyik ismert ukrán népdalt a tanévnyitó ünnepségen. Nem véletlenül, hiszen megalakult a Leszja Ukrainka országos ukrán nemzetiségű nyelvoktató iskola Nyíregyházán is. Ennek központja a Zák Zoltán általános angol és német kéttannyelvű iskola. A Zákban járnak a legtöbben a gyerekek, és a kertvárosi iskolában is járnak nagyon sokan, de ugye a Zák, ugye kéttannyelvű iskola, rendelkezik olyan felszereléssel is, amelyben könnyebben tudnak oktatni a tanító emberek majd, de egyébként meg a szám miatt is, mert az önüket zelkesek alkotják, és úgy egyeztek meg egymással az iskolák vezetői, hogy zelkben délutánonként 16:30 mindig lesz egy délutáni iskola. Magyarországon a háború óta hatványozottan van jelen az ukrán nemzetiség. Sok gyerek magyar állampolgár, magyar iskolába járnak, de mégis kötődnek az ukrán nemzetiséghez. 5100 ukrán származás, ukrán nemzetiségű vagy Ukrajnából származó gyermek tanul Magyarországon oktatási intézményekben. Ez az első fecske, amely ukrán nyelven is biztosítja a nyelvoktatás számukra. Tanúraink kívüli oktatás keretében ugyan, de heti 5 órában, 5 nyelvi órában és egy országismereti órában azt gondolom, hogy meg tudják őrizni az anyanyelvüket az ukrán gyerekek. Ebben a helyzetben, és az mindenféleképpen a két ország közötti kapcsolatok erősítését szolgálja, az ukrán nemzetiség erősítését szolgálja Magyarországon. A Leszja Ukrainka országos ukrán nemzetiségi program egy ukrán költőnőről kapta a nevét. Ez egy kiegészítő nyelvoktató iskola, ahol a gyerekek ukrán nyelvet, meg honismeretet fogják tanulni, és hát a kultúrájukat, meg az identitásokat is fogják így erősíteni itt Magyarországon is. Korábban is működött már ukrán nyelvoktatás Nyíregyházán, igaz, más formában. Minden szombat a gyerekeknek pihenés helyett kellett bemenni iskolába, és akkor még ukrán nyelvet, irodalmat, történelmet tanulni. Ez is jó, ez is nagyon fontos, de így igazán megmondva ez nehéz gyerekeknek, mert kell, hogy meglegyen ez a pihenőidő. Így meg szerintem sokkal jobban fogják tanulni, és érdekesebb lesz nekik, mert ez minden nap iskola után egy tantárgy, az teljesen belefér. Míg a csoportok nem teljes létszámban működnek, addig életkor szerint csoportosítják a diákokat, akiket 2-3 pedagógus tanít majd. Az iskola fenntartója az ukrán nemzetiségi önkormányzat, és a magyar állami költségvetésből finanszírozzák a tanárokat. Nagyon fontos a nemzeti kapcsolatok szempontjából, hogy itt Nyíregyházán ma megnyílt ez az iskola. Ez az ukrán nyelvű iskola. A Kárpátaljai Megyei Tanács mindenben a segítségére lesz az iskolának. Igyekszünk tankönyvekkel, füzetekkel, tollakkal és anyagilag is támogatni őket, hogy jó működő legyen. Segítünk nekik minden akadályt leküzdeni, hogy hatékony legyen az oktatás. Tanulmányaik befejeztével a diákok vizsgát tehetnek, és idegen nyelvi bizonyítványt kapnak, ami a magyarországi egyetemekre való felvétel előfeltétele.